Időtöltés, sziasztok, az M3 autóparkból vagyunk, Zoknifej Feri vagyok, sziasztok. Nézegessünk meg egy autót, amit itt az M3 autóparkban kínálunk, ugye megvételre. Az autónk egy Skoda Octavia, egy gyönyörű szép 2006-os darab, ami, hogyha megnézegetjük már is egy újraindítás után, látható, hogy minden tökéletesen rendben van vele, minden cseklámpa kialszik, és rettentő csendesen jár az autónkban a motor. A járgányunk egy 2006-os, itt látható az évjárat, friss műszakival kínáljuk, és egy ambient felszereltségű autó, és itt van velem kollégáim Concerto is, és Peti is, szervizfüzetét átvizsgálta, tökéletesen rendbe találtak minden, és ugye, mint látszódik, ugye Skoda márka szervizet látogatták vele rendszeresen. Minden dolog megvan hozzá, amit a gyártó ugye kiadott, tehát a navigációs rendszeréhez az iránymutató, illetve a gépkönyve, a kesztyűtartóban pedig navigációs lemezek, illetve, mint ahogy látszik, ott belül ezek a légzsákok ugye jobb oldalon kikapcsolhatóak, és klimatizált ugye ez a kis kesztyűtartó, és lehet belepakolni mindenféle finomságot. Ugye nagy navis rendszerrel rendelkezik ez a középső konzol, itt mindenféle információkkal ellátja ugye a gazdáját, és be lehet dugdosni mindenféle jó dolgot, ami nekünk menet közben ugye jól jöhet, hogy jól szórakozzunk. Az autónkban van ugye automata klímaegység, tökéletesen üzemel, ötös váltónk van, be tudjuk zárni magunkat innen középről, illetve itt van az autónak egy jó kis könyöktámasza. Ezen kívül 10 darab légzsák vigyáz ránk, barátainkra, szeretteinkre, aki ide ugye beül ebbe az autóba. Ezen kívül, amit tudunk benne még mutatni, ugye ABS, ESP volt benne, szervokormány, illetve ez a kormány, ez egy állítható magasságú kormány, onnan lentről tudjuk állítani, az üléslapot pedig innen tudjuk állítgatni, ez egy teljesen tökéletes állapotú, kopásmentes ülés. Tükrök és ablakok jobbra és balra, és itt, ha egy kicsit messzebb megyünk, akkor látható egy gyönyörű szép kombi autó, ami ezüstmetál, és egy gyári eredeti állapotú kocsi, nem fényezett, nem törött autó. A járgány az egy könyöktámasztós és fejtámlás szerkezet, és hogyha kinyitogatjuk a hátsó csomagterét, ami fantasztikus élmény számomra, hiszen egy óriási csomagtérrel rendelkezik, ide akár szerintem két ember majdnem, hogy be is feküdhet nyugodtan, kényelmesen, ha ledönti ezt a két hátsó ülést, és lehet belőle csinálni szerintem kis házat. De akinek csak a házat akarja elvinni, az is belefér szerintem. Az autónknak ugye hátul látható, hogy van tolató radarja, ami üzemel és működőképes, és tökéletesen teszi a dolgát. Nem fogunk neki menni senkinek, csak kész akarva, ugye. Az autónknak ugye a szélvédői azok tökéletesen épek, szépek, nincsen összekaristolva, és nem kavicsos, és nem repedezett, illetve csodálatosan, csendesen, normálisan teszi az a motorja, ez a 102 lóerős motor a dolgát a motortérben. Itt is látszik ugye a karbantartásnak egy kis címkéje, itt is találtam rajta, amikor ellenőrzték rajta, szerintem a klímát. Úgyhogy tökéletesen szépen és csendesen, normálisan jár benne a motor. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom egy gyönyörű szép autót, hogy tökéletes műszaki és esztétikai állapotban van. De már komolyan mondom, annyi jót mondtam el, így be is fejezzem. Gyertek be hozzánk minél hamarabb, és ellenőrizzetek azt, amit eddig elmondtam. A viszontlátásra!